Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Választási felkészítőt tartottak Szekszárdon, a megye minden pontjáról érkeztek köztisztviselők. Érkezik a 13. havi nyugdíj, a kormánynak kiemelten fontosak az idősek. Fejlesztések Szekszárdon, folyamatosan dolgoznak a következő uniós ciklus pályázatainak előkészítésén. 102 millió forintos fejlesztés átadták az új bölcsödét Madocsán. Ilyen még nem volt, népszavazással egybekötött választás, amit a koronavírus járvány is megnehezít. Az április 3-ai országgyűlési választásra készítették fel a köztisztviselőket Szekszárdon a Vármegyeházán február 10-én. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is részt vett az eseményen, aki azt mondta, ilyenkor lényegesen több feladat hárul a polgármesteri hivatal dolgozóira. Nagy örömmel szolgál, hogy a megye összes választási irodájának vezetője elfogadta meghívásunkat. Dr. Korosi Ildikó, a Tolna megyei önkormányzat főjegyzője nyitotta meg a 2022-es országgyűlési választások felkészítő találkozóját. Az esemény célja az volt, hogy minden hivatal megfelelően előkészüljön az április 3-ai választásra, hogy az zökkenőmentesen zajlódjon le. A találkozón részt vett Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. A Nemzeti Választási Iroda már ősszel megkezdte a területi és a helyi szervek felkészítését, és ennek egy következő állomásaként a megye által szervezett képzésre, ha lehet, és itt most sor is tudott kerülni rá, mi is eljövünk, és megosztjuk a legfontosabb, legújabb tudnivalókat. Itt alapvetően a közös eljárásban kérelemkezelés, a szavazás napi teendők azok a legfontosabb témák, amiket most a kollégákkal át fogunk beszélni. Az idei évi voksolás több okból is rendhagyó lesz. Egyrészt, mert közös eljárásban bonyolódik le az országgyűlési képviselő választás a népszavazással, de a helyzetet tovább bonyolítja a még fennálló koronavírus járvány is. A választásra is nyilván hatással van a COVID, mert azért az óvintézkedéseket meg kell tenniük, illetve most a mozgóurnás eljárásban is egy speciális idézőjelben lehetőség az, hogy aki COVID-fertőzés miatt karanténban van, ők is kérhetnek mozgóurnát. Ugye eddig ez nyilván nem volt, mert hogy eddig szerencsére nem találkoztunk a COVID-fertőzéssel, és hát ugye arra is fel kell készülniük a választási irodák vezetőinek, illetve a szavazatszámláló bizottságoknak, hogy akár az utolsó pillanatban is kieshetnek munkatársak. Ezért azt javasolják minden hivatalnak, hogy jóval több tartalékossal számoljanak majd annak érdekében, hogy gördülékenyen menjen a választás és a népszavazás április 3-án. 11.559 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.695.991-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 72.360 főre emelkedett. 5.152 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 209-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.379.000-en kaptak. Tolna megyében 311 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 35.531-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A nyugdíjasok számára mintegy 5%-os emeléssel indult a 2022-es év, február 9-től pedig megkezdődött a teljes összegű 13. havi nyugdíj kifizetése. A plusz juttatás nem csak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik, ami már az 5%-os emelést is tartalmazza. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az értünk sok évet ledolgozott idősek meg is érdemlik a 13. havi nyugdíjat. A napokban szinte minden jogosult megkapja a kormány által ígért teljes 13. havi nyugdíjat. Eredetileg 4 részletben fizették volna ki a járandóságot, de a javuló gazdasági helyzet miatt most mégis egy összegben kapják meg a plusz juttatást. A Fidesz-KDNP kormány megbecsüli a nyugdíjasokat,
visszaadjuk azt a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldali kormány elvett, hiszen a napokban kapják meg a nyugdíjasok a 80 ezer forint prémium mellé a 13. havi nyugdíjat. A postai kézbesítést február 9-én, a banki utalásos kifizetést pedig február 11-én kezdték meg. Minden olyan személy jogosult a juttatásra, aki az előző év legalább egy napján nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesült. Legyen az öregségi vagy özvegyi nyugdíj, árvaellátás, megváltozott munkaképességűek ellátása vagy fogyatékossági támogatás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, fontos, hogy segítsék az idősebbeket. Mindenki, minden nyugdíjas bőven van hova fordítsa ezt az összeget, és igenis szükség van erre az összegre, hiszen a szüleink, nagyszüleink építették ezt az országot, és megérdemlik a 13. havi nyugdíjat. A 13. havi nyugdíj összegébe a januári 5%-os emelés is bele van építve, amely plusz juttatás nem csak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik. Megújul a koronavírusról szóló tájékoztatók rendszere. Az eddigi a vírussal kapcsolatos zöld számokat péntektől a 1812-es hívószám váltja fel, ezen kívül weboldal és e-mail is az érdeklődők rendelkezésére áll, jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, az új ingyenesen hívható egészségvonal telefonszámán a koronavírus információk mellett népegészségügyi, az egészségvédelemmel kapcsolatos vagy a gyógyszerellátás témában is érdeklődhetnek a nap 24 órájában. A telefon mellett e-mailen és az erre létrehozott weboldalon is hiteles tájékoztatást kapnak az azt felkeresők. Folyamatosan dolgoznak a következő uniós ciklus fejlesztési pályázatainak előkészítésén Szekszárdon. A héten több tanácskozásra is sor került. A cél, hogy a lakosság minél szélesebb körét vonják majd be a tervezés folyamatába. Szekszárd fenntartható stratégiájának megalkotása. Ez volt a célja annak a háromnapos tanácskozás sorozatnak, ami pénteken ért véget. Erre a dokumentum csomagra azért van szükség, hogy a tolnai megyeszékhely pályázni tudjon a top plusz pályázati forrásokra. A kerekasztal beszélgetések során a szakértők a helyi gazdasági élet meghatározó szereplőivel, intézményvezetőkkel és a polgármesteri hivatal munkatársaival egyeztettek. Hamarosan pedig kérdőívekkel a lakosságot is megkérdezik. A cél, hogy a település fejlesztésének irányát határozzák meg a következő 7 éves uniós ciklus idejére. Az elvándorlás, ami egy nagyon komoly probléma, illetve a város gazdaságának a megújulása egy ilyen sarkalatos pont. Itt elsősorban nem is az ipartelepítésre kell önmagában gondolni, bár nyilván ez is egy fontos cél, hanem a gazdaság aktivizálása, a vállalkozásoknak a megjelenése, bevonzása lenne az egyik fontos cél. Az már most biztos, hogy a következő években kiemelten támogatja majd az Unió a klímatudatosságra épülő fejlesztéseket, valamint a digitalizációt segítő beruházások is előtérbe kerülnek. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy Szekszárd a mostaninál is élhetőbb város legyen. A most lezárult egyeztetéseket követően a meghívott vendégek és szakértők véleményét kérik be a stratégia megalkotói, majd nekiállnak a terv tényleges kidolgozásának. Ez körülbelül az április hónap folyamán fog elkészülni, és ezt az írásos anyagot a most bevonásra került szakértőknek a rendelkezésére bocsátjuk első körben, majd pedig ugye ezt ugyanígy a lakosság is meg fogja ismerni, és ugyanúgy véleményezheti, ahogy a képviselők vagy a bevont szakértők is megtehetik. Az elkészült tervet később társadalmi vitára bocsájtják, a megyei jogú város vezetői pedig azt kérik, a véleményezésben minél többen vegyenek részt, mert így biztosítható, hogy a fejlesztések a lehető legtöbb szekszárdi érdekeit képviseljék. A civil szervezetek és a lakosságnak a véleményét is kérjük ezekben a dolgokban. Most van a lehetőség arra, hogy formáljuk a jövő időszakát, és minél többet tudjunk a város érdekére ebből fordítani. Bízunk abba, hogy aktív részvétel mellett egy olyan szakmai programot tudunk összehozni, természetesen nagyságrendekben, minőségben, ami szolgálja majd a városlakók érdekeit. A fenntartható stratégia terv tehát várhatóan áprilisra készül el. Az első egyeztetésekre egyébként meghívták az Éjjel-Szekszárd elnökét is. Bomba Gábor viszont nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen ebben a város fejlesztését szolgáló munkában.
Február 18-áig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe, közölte az Oktatási Hivatal pénteken. A hivatal nyilvánosságra hozta honlapján a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagait és elosztását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, melyik középiskolákba jelentkeznek. Az előzetes adatok szerint az idei átlageredmények szinte minden esetben magasabbak az előző 3 évhez képest. Több mint 102 millió forintból valósította meg a Madocsai önkormányzat a Csillagvirág óvodához tartozó új mini bölcsödét, melyet szerdán avattak a településen. A község új intézménye hétfő befogadására képes. Lufi lengedez az új bölcsöde kerítésén Madocsán, futóbiciklik is várják kisgazdáikat az udvaron, akár csak ez a piros pöttyös labda és talicska. Sorban érkeznek a kicsik szüleikkel a bölcsöde avatóra, ezek az apróságok már örömmel homokoznak is az új udvaron. Mondhatnám, hogy történelmi pillanathoz értünk, hogy egy mini bölcsödével gyaraporodt településünk, Madocsa község önkormányzata és a lakosok örömére. Az ünnepélyes átadón Süli János, a térség országgyűlési képviselője és Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke együtt vágták át a szallagot a polgármesterrel. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatán elnyert több mint 102 millió forintos beruházásból megvalósult mini bölcsöde 7 kisgyermek elhelyezésére nyújt lehetőséget Madocsán. Egyelőre úgy látjuk, hogy ez a település önök kielégíti mindenféle igényen a lakosok részéről. Egyelőre hétfő az meg is lesz, csak ugye folyamatosan a beszoktatások történnek. Egyelőre 2 gyermek tud itt az intézménybe napját eltölteni kellemesen. A helyiek számára új munkalehetőséget is teremtett a beruházás a nevelőnők és a Dajka alkalmazásával. A korszerű gyermekbarát intézménye a 21. századi igényeknek megfelelően lett kialakítva. A kormány családpolitika az egyik leglényegesebb pontja az elmúlt időszak fejlesztésének a Magyar Falu programok keretén belül is. Madocsán a Csillagvirág mini bölcsöde új épülete a 3 csoportos óvoda mellé épült. Egy kerítés választja el a 2 intézményt egymástól. Az elmúlt 12 év erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarországon létrejöttek a 21. század színvonalán álló szőlő- és bortermelés alapjai, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken. Feldman Zsolt szerint a támogatások hosszú távra megerősítették az ágazat versenyképességét, az új termelői együttműködések javították az értékesítési lehetőségeket, további feldolgozásra külföldi bor nem kerül Magyarországra. A sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott bemutatta a hegyközségek nemzeti tanácsának közreműködésével összeállított szövetségben a szőlő- és bortermelőkkel című kormányzati tájékoztatót. Az elmúlt 12 év ágazati eredményeit bemutató füzetet a következő hetekben szakmai kiadványokhoz mellékelve, illetve személyes találkozójukon juttathatják el a termelőkhöz. 2 év után ismét Gézatusát szerveztek a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban. A 4 tudományágban zajló vetélkedésre ezúttal 60-nál több tanuló érkezett, Tolna és Baranya megyékből egyaránt. Sümegi József igazgató azt mondja, az általános iskola befejezése előtt álló gyerekek szívesen mérik össze tudásukat ezeken a versenyeken. Bátaszéken hagyomány már a gimnáziumban, hogy az iskola névadó király emlékére rendezvényeket szerveznek. A Géza Tusa felvezetője a sorozatnak, melynek keretében 4 tudományágban mérhetik össze tudásukat a jelentkező. Az elmúlt években a Covid miatt elmaradt a tanulmányi verseny, így újra kellett éleszteni a hagyományt. Az idei évben, hogyha a járványügyi helyzetet is figyelembe veszük, azért 60 gyereket sikerült megszólítani, és 4 tudományterületen tudtunk versenyt indítani. Ugye ez nálunk a Géza naphoz kapcsolódó rendezvény, ez a Géza Tusa, hamarosan kezdődik a királyválasztási kampány, és ugye ehhez kapcsolódik egy picit ez a versenyünk is, és ez a 4 terület pedig a 2 nyelv volt, amelyből nagyon nagy érdeklődés volt, németből, angolból, matematikából, illetve a hagyományos történelem művelődés történeti versenyünk. Ez utóbbiban ezúttal az Árpád-kort kellett feldolgozniuk a résztvevőknek. Sümegi József igazgató azt mondja, ez az egyik legnépszerűbb tananyaga a magyar történelemnek.
A verseny szervezésének nem csak az ismeretek felfrissítése a célja. Természetesen mi szeretnénk megszólítani, illetve meghívni ezzel az általános iskolás gyerekeket, azokat a tehetséges gyerekeket, akik valamilyen területen kiemelkednek. Egy picit ezzel megmutatjuk az iskolánkat is, és nyilván valamiféle kedvet szeretnénk ahhoz teremteni, hogy hozzánk jöjjenek. A Géza napok keretében hamarosan sor kerül majd a királyválasztásra is, hogy aztán a város apraja nagyja ismét átélhesse a koronázási szertartás hagyományát is. Regionális híreink következnek. Szakad a pécsi városvezetői oldal, már 5 képviselő hagyta el a baloldalt. Korszerű ellátás, mintegy 100 millió forintból újult meg a gyermek klinika tüdőgyógyászati osztálya. Terepjáró és drón, újabb eszközök a polgárőröknek a Magyar Falu programból. Újabb képviselő lépett ki a pécsi baloldali városvezető koalícióból a héten. A jobbikos Hencsei Zsolt jelentette be, hogy függetlenként folytatja munkáját a városházán. Ő már az 5. képviselő, akire nem számíthat tovább a polgármester a közgyűlésben. A polgári oldalon azt mondják, egyre több képviselő eszmél rá, hogy egy süllyedő hajóba nevez. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a szövetség igazából nem a városért jött létre, hanem a koncon való osztozkodásra. És úgy tűnik, nem mindenkinek jut ebből, reagált a pécsi baloldali városvezető koalíció létszámának újabb csökkenésére a polgári oldal képviselője. Kővári János szerint vannak olyan tisztességes baloldali képviselők is, akik nem arra esküdtek fel, amit most követelnek tőlük. Ők fogalmazták meg egy éve 12 pontban, hogy jogszerűtlen és tisztességtelen a városvezetés működése. Erre a polgármester azzal reagált, hogy kinevezett egy harmadik alpolgármestert, és az egyik alpolgármestert, aki belemelte szavát, azt pedig ugye gyakorlatilag ellehetetlenítették. Most azt látjuk, hogy nem áll meg ez a sorvadás, hiszen most már az 5. képviselő lép ki a szivárvány koalícióból, és úgy látjuk, hogy ennek még nincs vége. Süllyedő hajóhoz hasonlította a városvezető koalíciót egy másik képviselő. Barkóczi Csaba szerint egymás után menekülnek ebből a kényszerszövetségből a képviselők. Jó példa Pécs arra, hogy mi történik akkor, hogyha a baloldal hatalomra kerül, mondjuk akár országosan is, hiszen abban a pillanatban, hogy megkaparintják az erőforrásokat, megkaparintják a pozíciókat és a hatalmat, nem azzal lesznek elfoglalva, hogy azt az adott közösséget szolgálják, akik őket megválasztották, hanem az egymással való viszálykodás, torzsalkodás és a hatalmi harcok azok, amik kitöltik az idejüket, energiájukat, és közben pedig Pécs pusztul le. Hát ettől kell megóvni a Magyarországot is április 3-án. A napokban Hencsei Zsolt jobbikos önkormányzati képviselő közölte a Facebookon, hogy függetlenként folytatja munkáját a pécsi közgyűlésben. Hogy miért lépett ki a Jobbik frakcióból, a sajtónak erre csak azt mondta, nem volt meg az összhang. Korábban a 3 momentumos képviselőt penderítette ki a városvezetés a döntéshozásból. Illetve alázta meg a nyilvánosság előtt és vett el alpolgármesteri posztját Bognár Szilviának. A közelmúltban készült el a Pécsi Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinika teljes körűen felújított tüdőgyógyászati osztálya. A közel 300 négyzetméteres terület mintegy 100 millió forintból újult meg saját forrásból. Az új osztályon 7 kórteremben 19 ágyon tudják fogadni a betegeket. Évente egyébként mintegy 800 gyermeket kezelnek fekvőbetegként, és közel 8000 a járóbetegellátásra szorulók száma. Teljes körű felújításon esett át a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika. Az ünnepélyes átadón elhangzott, hogy egy közel 100 éves épületben működik a legkisebbek kezelése. Most a tüdőgyógyászati osztályt újították fel, így 21. századi körülmények fogadják a gyermekeket és szüleiket. 350 négyzetméter felület, ahol most elhelyezkedik a tüdőgyógyászati osztály. Itt már tényleg a rémülten bejövő anyukák a gyermekeikkel olyan elhelyezésben részesülhetnek, ami Európában is azt a minőséget mutatja, hogy valójában mi is most már a fejlett európai régiókhoz tartozhatunk. A felújításra annak köszönhetően nyílt lehetőség, hogy 2018-ban összevonták a gyermekklinika, valamint a szülészeti és nőgyógyászati klinika koraszülött ellátását. Így a József Attila utcai épületben elkezdődhettek a munkálatok. Közel 100 millió forint nagyságba meg tudtuk valósítani ezt a fejlesztést, ahol tudjuk biztosítani
nagyon modern körülmények között a megye, a régió, sőt régión túli vonatkozásokban is kisgyermekeknek a megfelelő progresszív ellátások között történő ellátását. Az új osztályon 7 korteremben 19 ágyon tudják fogadni a betegeket. Szellősebb terek és barátságosabb környezet fogadja a pácienseket. Egy olyan környezetben, ahol magától értetődik, hogy a betegágyaknál ott van az oxigén, a sűrített levegő, ha kell, akkor a szívókezeléshez szükséges vákum, ahol a kórtermek egy jelentős részében az édesanyát úgy tudjuk elhelyezni, minthogyha kicsit szálloda jellegű körülmények között lehetne együtt a gyermekével. A Dél-Dunántúl legnagyobb gyermekklinikája a pécsi, hangzott el az eseményen. Ezt a számok is alátámasztják, hiszen évente 7-800 fekvő beteget kezelnek, a járó betegellátásra pedig mintegy 8000-en szorulnak. A későbbiekben további fejlesztéseket szeretnének megvalósítani az egészségügyi ellátásban, hogy lépésről lépésre minden osztály korszerűbbé válhasson. Újabb eszközökhöz jutottak baranyai polgárőr egyesületek, a Magyar Falu programban lehetőség van a civil szervezeteknek is pályázatot benyújtaniuk. A Kiskassai Egyesület egy olyan autót szeretett volna kapni, amelyik nehezebb terepen is tud közlekedni. A Bói Egyesület pedig drónra pályázott, hogy az eltűnt személyek felkutatásában vagy a határvédelemben ezzel tudja segíteni a rendőrök munkáját. Bátorfi Csaba megkapta az év polgárőre díjat 2020-ban. Ő az elnöke a Baranyai Kiskassa Polgárőr Egyesületnek. A rendőrséggel rengeteget, szó szerint éves szinten rengeteg órát töltöttem velük, ugye ingyen bérmentve, és a saját szabadidőmből vettem el ugye az időt azért, hogy segíteni tudjak úgymondván a rendőrségnek is és az embereknek is a közbiztonság érdekében. Most a kiskassai polgárőrök ezt az autót tudták megvenni. Ezzel nehezebb terepen is tudnak segíteni a rendőröknek, például a határvédelemben. Ezt a drónt pedig a bói polgárőrök kapták. A Magyar Falu programban pályáztak, a terület országgyűlési képviselője támogatta az eszközbeszerzéseket. Minden tevékenységet és minden segítséget megérdemelnek, és persze ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek, meg jobb körülmények között végezhessék a polgárőri tevékenységet, eszközökre van szükség, mondjuk drónra, amit a modern világ már produkálni tud, meg nyilvánvalóan közlekedés miatt járművekre is szükségük van. Különböző polgárőrszervezetek különböző célokra pályáztak a Magyar Faluba, és persze hát képviselőként az a dolgom, hogy őket ugyanúgy felkaroljam, mint bármilyen másik civil szervezetet. Hivatalosan csütörtök délután adták át az autót és a drónt a polgárőr egyesületeknek. A légi felderítő eszközt ki is próbálták a polgárőrök az országgyűlési képviselővel együtt. A pécsi egyházmegyében jelenleg 4 a nemzetiségeket, népcsoportokat külön-külön összefoglaló referatúra működik. Horvát, német, cigány és székely, ez utóbbi idén alakult. A székely referatúra vezetőjének Keresztes Andor bukovinai székely származású esperes plébánost nevezte ki Felföldi László megyés püspök. Keresztes Andor Mária Gyűdi igazgató plébános apai nagyszülei 1942-43-ban Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd 2 év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon. Papként Szekszárdon és Tolnán szolgált összesen 8 évig, majd Baranyába került. 5 éve helyezték Mária Gyűdre, idén pedig új feladatot is kapott. A pécsi egyházmegye legújabb referatúrájának, a székelynek lett a referense. Székely közösségek vannak Szekszárdon, Kisdorogon, Varasdon. Ezek a közösségek mélyen megélik a kis adott helyzetüket, zarándoklatokkal, összejövetelekkel, disznóvágásokkal, minden ilyen hagyományt próbálnak ápolni, és ennek a közösségeknek 2 fő búcsúja van itt Mária Gyüdön és Kismányokon is. Úgy érzem, hogy Kismányokra mindenki hazamegy, hiszen ott helyeztük el a bukovinai székely falvakból földet, keresztet, ott megemlékezünk elhunytjainkról, és ott azért mélyebben megéljük Kismányokon az identitásunkat. A pécsi egyházmegyében jelenleg 4 a nemzetiségeket, népcsoportokat külön-külön összefogó referatúra működik. A horvát, a német, a cigány és immár a székely is. A referatúrák rendszeresen szerveznek különféle kulturális és lelkiségi programokat, köztük zarándoklatokat Mária Gyűdre.
Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Választási felkészítőt tartottak Szekszárdon, a megye minden pontjáról érkeztek köztisztviselők. Érkezik a 13. havi nyugdíj, a kormánynak kiemelten fontosak az idősek. Fejlesztések Szekszárdon folyamatosan dolgoznak a következő uniós ciklus pályázatainak előkészítésén. 102 millió forintos fejlesztés átadták az új bölcsödét Madocsán. Szombaton már a reggeli órákban országszerte lecsökken a felhőzet, majd napközben nagyrészt kisüt a nap. Délután olykor felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem érkezik. Az éjszaka folyamán meleg front közelíti meg a térséget, vasárnapra változóan felhős lesz az ég, éjjel gyengén felhős, nagyrészt szélcsendes idő lesz. Hétfőn napos, fátyol felhős időjárásra számíthatnak, este felé pedig megvastagszik a felhőtakaró. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!